Egy nagyon izgalmas utazáson vagyunk túl. Az elmúlt közel 4 hónap fantasztikus élményeket rejtett magában. Nagyon sok mindent tanultam meg önmagamról, az ösztöneimre való hallgatásról, a belső érzések tudatosabb megéléséről, a kommunikáció tudatosabb használatáról. Igazából nagyon-nagyon-nagyon érdekes és fantasztikus volt ez az elmúlt pár hét itt együtt a csoporton. A célom legelsősorban, amikor elkezdtem a tanfolyamot Mártinál, egy öncoaching volt, hogy az életemet a tanfolyam elvégzése után könnyebben tudjam irányítani, illetve az elakadásokat könnyebben tudjam kezelni. De az elmúlt pár hét bebizonyította, hogy azzal, hogy saját magamban rendezem ezeket a dolgokat, akkora ajándékot kapok ezzel igazából a körülöttem lévő emberektől, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon szívesen tovább is adnám másoknak, és ez vitt rá arra, hogy igazából az élet célom kicsit megváltozott ezzel a tanfolyammal, már nem csak saját magammal szeretnék többet foglalkozni ilyen téren, hanem szeretném ezt a tudást, tapasztalatot, képességet, képzettséget átadni másoknak is, akik erre nyitottak és érdeklődőek. Nagyon érdekesnek találtam a képzést, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, az élet különböző területeiről jöttünk, de itt ebben a képzésben találkoztunk, és azt hiszem, hogy barátokként folytatjuk majd tovább az utunkat együtt, és külön-külön, mint coachok. Nekem személy szerint ez a képzés lépéseket adott a valósághoz, jobban érzékelni a valóságot, úgyhogy köszönöm szépen. Amikor jelentkeztem a képzésre, igazából nem tudtam, hogy mire jelentkezem. Nem is tudtam eldönteni pontosan, hogy life vagy business coachingbe szeretnék menni. Ezért jelentkeztem a life-ra, mondtam, hogy kipróbálom, és aztán, hogyha tetszik, akkor tovább lépek. A várakozásaimat felülmúlta, amit tapasztaltam. Maximálisan fogom tudni használni az üzleti életemben. Elvégeztem a life coachingot, sikeresen, és szeretnék tovább menni, és tovább tanulni ebben az iskolában, és szeretnék a Mártinál tovább tanulni. Üzletviteli tanácsadóként dolgozom, KKV-knak segítek az életükben, és könnyebbé tenni a vállalkozási problémáikat. Maximálisan fogom tudni használni ezt a tapasztalatot, amit itt szereztem, és mindenképpen remélem, hogy a jövőben hasznosabban tudok segíteni azoknak az embereknek, akik hozzám fordulnak. Az, aki erre a tanfolyamra szeretne jelentkezni, számítson arra, hogy egy hosszú önismereti útra fog rálépni. Ez azt jelenti, hogy megszerzi mindazt a biztos tudást, ami ahhoz kell, hogy önmagát megismerje. Az önmagunk megismerése pedig az egyik alapvető feltétele annak, hogy elsősorban a coach szakmát, valamint a mediátor szakmát is biztosan, legfőképpen magabiztosan tudjuk ellátni. Ezen a tanfolyamon természetesen a technikát is meg lehet tanulni, ehhez adott minden feltétel, valamint barátokat is lehet szerezni, és ez nagyon fontos, mert itt nagyon rövid idő alatt kinyílnak egymásnak az emberek, rövid idő alatt ismerjük meg a másikat, és tanuljuk meg egymást tisztelni és szeretni. A business coach képzés számomra egy hatalmas önismereti program volt. Nagyon sok mindent tanultam magamról, az emberekről, a kapcsolatokról, a nyitottságról. Nagyon hálás vagyok ezért a tudásért, és a jövőben ezt szeretném kamatoztatni. Coachként vezetőkön, embereken szeretnék segíteni, empátiával, beleérzéssel, és szeretném nekik megtanítani, hogy tudják az életüket jobbá tenni. A business coach tanfolyam számomra nem csupán azt jelentette, hogy az üzleti életben, mint a
egy cég dolgozóinak, mint a cég vezetőinek a számára egyfajta segítséget nyújtani az elakadás, ha elakadás történt. Én úgy gondolom, hogy ez maga ez a tanfolyam egy hatalmas önfelfedezésre is lehetőséget nyújtott, és éppen ezért mint a coaching szolgáltatás, mint a tanfolyamot is mindenkinek csak ajánlani tudom.